arról az, hogy nem a megszokott hangzások és hangok vonzottak, hanem valami újdonság. Igen, és ezt egyébként nehéz megmagyarázni, ez nem egy felvett dolog, hogy én ezt kitaláltam magamnak, hogy engem nem a megszokott dolgok érdekelnek, legalábbis a szakmámon belül sem, hanem ez valamilyen velem született dolog. Ez nem is nagyon érdemes ezt kutatni egyébként, mert szinte nincs rá racionális magyarázat, mert ez született ízlés talán. Nem tudom, de hát ha úgy találtad volna ki, akkor se rossz, mert ennyi évtizedig működik, úgyhogy minden. Igen, csak azt szerintem más, hogy az ember adandó alapvetően valamiben. Az, hogy hisz, aztán erős szó, de valami így az alsz politikája, mint ahhoz képest, hogy kitalálja magát. Persze, ez azért nem. Kalotás Csaba és Kalotás Zsolt voltak a Tolnai Kulturális Központ vendégei. A meghívottak az este folyamán beszámoltak életútjukról és munkásságukról. Kalotás Csaba filmzeneszerzőként dolgozik, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban érettségizett, első munkáját több, mint 20 évvel ezelőtt készítette a Pécsi Egyetemen. Művészeti karos diákoknak Pécsen csináltam zenéket a filmhez, gyerekkorom óta zenélek, azóta ebből élek, és ez a hobbim is egyébként. Úgy is szokott lenni, hogy az elejétől a forgatókönyv készülésétől benne vagyok, de úgy is van, hogy kapok egy kész filmet, és akkor arra kell kitalálnom a zenéket. A film szokott inspirálni, és a rendezővel való kapcsolatom. Most már, hogy nagyon sok évet csinálom, most már a rutin is, tehát, hogy nem kell sokat kutakodnom a kreatív energiák után. A filmzeneszerző először élő hangszerekkel komponálja meg a műveket, majd ezeket számítógép segítségével tökéletesíti. A manuális részében történik meg a varázslat, akkor történik meg az az ötlete, az a része a zenének, ami sokat ér, meg ami sokat mond, és utána a számítógép arra van, hogy a technikailag összehozzuk a dolgokat. Hát nyilván régen ez szalagos magnóra történt, hála Istennek ez már sokkal egyszerűbb így. Most jelenleg dolgozom egy dán és amerikai koprodukción, mint zeneszerző. Ezen kívül két animációs nagyjáték filmnek a zenéjét szerzem, meg egy animációs sorozatot. Most magyar filmet nem csinálok egyébként, ez most egy ilyen időszak. Kalotás Zsolt a 90-es években kezdett el érdeklődni a fotózás iránt. 1989-ben megalapítottuk a Magyar Természetfotók Szövetségét, annak én lettem az elnöke. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási jelentőségű dolog volt. Különösen akkor, amikor 93-ban megalapítottuk az év természetfotós pályázatot, ami mára Magyarország legnagyobb fotópályázatának számít. Én madárfotósnak indultam, mert annak idején én voltam a Madártan Intézetnek az igazgatója. 14 éven keresztül, de aztán, hogy az ember öregszik, rájön arra, hogy a madarak mellett sok minden más is van, és a madarak sem tudnak megmaradni akkor, ha az élőhelyük felszámolódik. Úgyhogy gyakorlatilag attól kezdve az élőhelyektől a vegetáción keresztül, sőt a faunán belül például főleg a gerinctelenfajok iránt volt nagy érdeklődésem, és most is azt csinálom. Most a 7. éve foglalkozom éjszakai lepke fotózással, nem csak azért, hogy ezek meg legyenek örökítve, de persze ezért is, mert nagyon sokról egyáltalán nincsen még Magyarországon fotó, hanem azért is, hogy fölmérjem azokat az élőhelyeket, hogy hogy állunk ezekkel a fajokkal mostanában. És úgy gondolom, hogy ebben sokat segítek a természetvédelemnek is, a nemzeti parkoknak, akik ezeket az adatokat mindig megkapják, és a biotikai adattárukba elraktározzák. Ha valamire szükség lenne, akkor ezt elő tudják venni. A legutóbbi beszélgetés volt a 4. a nemrégében induló Tolnai és Mezsi Arcok rendezvény keretében.